Három mérkőzés után egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség a Nyíregyháza Spartakusz mérlege. A Kazincbarcikát hazai pályán 1-0-ra verte a Spari, majd Mosonmagyaróváron 1-1-es döntetlent játszott Bozsik József együttese. Legutóbb a Budaörs 3-0-ás győzelemmel távozott a városi stadionból. A vezetőedző szerint ez a kezdés elfogadható egy alakulóban lévő csapattól. A Budaörs ellen több rutinos játékos hiányzott, az ő visszatérésük után stabilabb lesz majd az együttes. Nyilván azt se segítette a munkát, hogy szintén a Polényi Gabinak a héten megszületett a kisgyereke, ugye kihagyta a szerdai napot emiatt, utána csütörtökre belázasodott, tehát két nap kihagyással annyi ereje volt a hétvégére, hogy legalább a keretbe be tudjuk ragni és a padra leüljön. Most hál' Isten végezette már ő is a hetet, Dragoner Filip is végezette a hetet, de neki úgy gondolom még minimum egy hét kell, hogy a formáját visszanyerje. A Nagy Tamás fellépült, a Bakos Szabi már keretben tud lenni, a Kulcsár Hunor is visszajött a sérülésből, de neki még egy hétre szüksége van a formába lendüléshez. Szépen kezdünk kiegyenesedni, több lehetőséget fog kapni most már szerintem a Daru Bence is, hiszen ő is szépen a rehabnak már a végére ért, de abból a szempontból gondolok a rehabra, hogy kondicionálisan utolérje magát, formába lendüljön, annak is kezd a végére érni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy semmi okunk a pánikra, reálisan 4 pont, illetve most szépen, hogy ki fogunk egyenesedni, majd az eredmények is megérkeznek, és a játékunk is javulni fog. A Spari kapusa Jova Levente új szerepkörben mutatkozik be, a csapatkapitány ugyanis bekapcsolódik a Bozsik Akadémia kapusainak képzésébe. Mint elmondta, szeretne valamit átadni tudásából leendő utódainak. Akár a lábbal való játékba úgy tudja majd felépíteni őket, mind a labdafogásuk, tényleg a játékkal élés. Ezeket szeretném meg, ugye tényleg így próbálom a játékos feladatokkal felépíteni majd őket, és belecsempészni akár a gyorsaságot, mert egy kapusnál a gyorsaság az tényleg az muszáj, hogy legyen valakinek. Úgyhogy nyilván gyerekekkel még nem dolgoztam, meg másabb, úgyhogy kicsit izgultam is a tegnapi este folyamán, hogy akkor most hogy fogom összerakni az edzés programot. És ugye ennek tükrében van egy olyan felajánlásom nekem is, hogy minden hónapban a legjobban teljesítő utánpótlás kapus az meg fogja kapni az egyik meccskesztyűmet dedikálva, úgyhogy remélem, hogy ez is ösztönzi majd a srácokat a jó teljesítményre. A Nyíregyháza Spartakusz vasárnap Tiszakécskén a Cegléd ellen lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Monor Győr, Budaörs Kaposvár, Mosonmagyaróvár Tiszakécske, Kazincbarcika Balmazújváros, Soroksár Dorog, Zalaegerszeg Békéscsaba, Siófok Budafok, Vasas Csákvár és Gyirmót Vác.